Ha nem kimondottan pornóról van szó, a filmek többségében nyilvánvalóan csak imitálják a szexjeleneteket, akadtak azonban már újító szándékú, polgárpukkasztó vagy simán ízléstelen kísérletek is, amikor a szereplők valóban szexeltek egymással a kamera előtt, esetleg csak ezt mondták, hogy felkeltsék a nézők kíváncsiságát. Lássunk pár példát. Egy 1966-os dán film, a Gift volt talán az első a mozis forgalmazásra szánt játékfilmek közül, amelybe pornográf jeleneteket is bevágott a rendező, Knud Leif Thomsen, aki a művészi szabadságra hivatkozva küzdött a cenzúra ellen, de például az Egyesült Államokban így is kivágták a filmjéből a merészebb képsorokat. Oda át 3 évvel később Andy Warhol kísérletezett hasonlóval a Blue Movie-ban, majd egy másik örök provokatőr, John Waters is igazi orális szexet mutatott be az 1972-es rózsaszín flamingókban. Az újabb, merészebb időkben természetesen csak több lett az ilyen jellegű képsor, főleg a 2000-es évekből sorolunk példákat. Lapozzon az újabb jelenetekért!